távhőszolgáltatásról címmel tartott sajtótájékoztatót Szabó Zsolt alpolgármester. Mintegy 32 városlakó részvételével zajlott a munka a római város részben. A szakemberek segítségével újra helyére került a kistemetőben található kripta fedele. 32-29-es sikert aratott a DKK a Szombathely ellen a Magyar Kupában. Önök a DSTV híradóját látják. Ma is elhoztuk városunk legfontosabb híreit. Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott Szabó Zsolt gazdasági ügyekért felelős alpolgármester a távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó jogi vonatkozású téma kapcsán. Mint azt hangsúlyozta, az önkormányzat nézőpontjából örömteli döntésről számolhat be. A győri ítélőtábla jogerősen elutasította a DVCH Kft. Ideiglenes intézkedés iránti kérelmét, mindenről egy sajtótájékoztató részeként számolt be Szabó Zsolt gazdasági és koordinációs alpolgármester november 12-én. Az alpolgármester hangsúlyozta, a bírósági döntés az önkormányzat álláspontját igazolja. A győri ítélőtábla jogerősen elutasította a DVCH Kft. Ideiglenes intézkedés iránti kérelmét. Mint azt önök is jól tudják, tavasszal a Rajtóújváros Egyesület frakciója úgy döntött, hogy elég volt abból, hogy a lakókat a távhő szolgáltatásra hivatkozva kiszolgáltatott helyzetbe lehet hozni, hogy elég volt abból, hogy egy oligarha kénye és kedve szerint ugráltassa a dunajvárosiakat. Szabó Zsolt szerint elhibázott döntést hozott a korábbi szolgáltató, ahelyett, hogy tisztességesen átadta volna a szolgáltatást a városi vagyonkezelőnek, helyette minden eszközzel akadályozta az átadás átvételt. Úgy döntött, hogy ahelyett, hogy egy tisztességes átadás átvételben átadná a szolgáltatást a városi vagyonkezelőnek, helyette inkább pereskedik, nem adták át a szolgáltatást. Csak később sikerült a DVG-nek átvenni a szolgáltatást, amit ma stabilan végez együtt a hőtermeléssel, és a szolgáltatói adatok kapcsán sem gondolták úgy, hogy azokat önmaguktól át kellene adniuk. De mostanra a bíróság kimondta, hogy egyetlen egy távhőszolgáltató van Dunajvárosban, az a DVG ZRT. Az alpolgármester az ítélőtábla döntése nyomán hangsúlyozta, itt az ideje, hogy mindenki elgondolkodjon azon, milyen alapon állíthat ki a DVCH Kft. Június 30-a után bármilyen számlát is. Hiszen ezek a számlák jogosulatlanul lettek kiállítva. Ezekkel Pomázi Csaba meglopta a dunajvárosiakat. Már korábban is elmondtam, hogy fenyegethetik az önkormányzatot, és fenyegethetik a városlakókat. Bármivel mi nem fogunk meghátrálni. Ki fogunk állni azért, hogy a dunajvárosiak jó minőségű szolgáltatást kapjanak, hogy a távhőszolgáltatás biztos kezekben legyen. Ez a biztos kéz, ez a DVG ZRT, akik végzik a távhőszolgáltatást és végzik a távhőtermelést. Szabó Zsolt alpolgármester arra kéri a városlakókat, hogy távhő témában továbbra is kövessék a DVG ZRT és az önkormányzat tájékoztatását, és ne engedjék magukat félrevezetni. Közös falevélgyűjtésre hívta a városlakókat Barta Endre önkormányzati képviselő és Mezei Zsolt alpolgármester. A római városrészben megvalósult kezdeményezésen mintegy 32 fő vett részt. Hatalmas zsákokban gyűjtötték a lehullott faleveleket a városlakók a római városrészben november 13-án szombaton. A közösségi kezdeményezésként megvalósuló akció részleteiről Barta Endre önkormányzati képviselővel beszélgettünk a helyszínen. Igen, hát igazán mondhatnám, hogy tényleg egy vidám szombaton vagyunk, és azt is szeretném kihangsúlyozni, nem csak itt a római városrészben, itt a négyes választókerület ugye nagyobb részből áll, hiszen a Liszt Ferenc kertben is zajlik ez az akció a rómainak az elején, illetve az Erkel kertbe is megszabadulunk majd a falevelektől, és azt kell mondani, tényleg nagyon büszke vagyok az itt élőkre, hiszen tavaly ilyenkor, amikor ugyanilyen akció volt, akkor 15-16 fő volt, itt most 32-en vagyunk, úgyhogy bízom benne, hogy jövőre még többen leszünk, és hogy akkor elmondtam, hogy nem csak arról van szó, hogy összejövünk és tényleg összeszedjük a faleveleket, hanem egy kicsit tudunk beszélgetni, zajlik egy közösségépítés. Mezei Zsolt általános hatáskörű alpolgármester is részt vett a kezdeményezésben. A városvezető mindamellett, hogy köszönetét fejezte ki a városlakóknak, elmondta, a levélgyűjtéssel
egy időben zajlott az idei lomtanítás utolsó felvonása is. November 20-án szervezünk az egész városba hasonló közösségi falevélszedést, mint amit most itt a 4-es választókerületben Barta alpolgármester úr megtett. De szeretnénk jövő héten megcsinálni az egész városban. Jelentkezni lehet majd a képviselőknél, illetve a Facebookon, ottól ezeket kitettük. Hasonló technikával. Most lemegyünk, összegerebézzük, segítünk a városgazdálkodásnak abban, hogy minél gyorsabban végezzük, hiszen a tiszta és a szép környezet gondolom mindenkinek fontos. A közösségi eseményen mintegy 32 önkéntes vett részt. A program kapcsán Takács Sándorné elmondta, rendkívül jó ötletnek tartja a közös munkát. Én nagyon örülök ennek. Tudom, hogy a DVG nagy ez a város. Tehát mindenképpen szükség van erre, hogy besegítsünk, hogy az utcák tiszták legyenek, hogy élhetőbb legyen, hogy az emberek észrevegyék, hogy a tisztaság az jó, az fontos. Valamilyen mondom, fel kell a figyelmüket kelteni, gondolom én. A kezdeményezést követően Barta Endre a közösségi oldalán is megköszönte a résztvevők munkáját, valamint azokét is, akik forralt borral és teával kínálták az önkénteseket. Szakemberek segítségével visszahelyezték a kistemetőben található kripta elmozdított fedelét november 10-én. A munkálatokról az akció kezdeményezőjével, Kronászt Margittal beszélgettünk. A közelmúltban lakossági kezdeményezésre Orosz Csaba önkormányzati képviselő, valamint Kronászt Margit történész muzeológus közreműködésével a városlakók egy csoportja kitakarította a kistemetőt. A terület rendezettségét elősegítő akció közben vették észre az önkéntesek, hogy a kegyhely kriptájának fedelét elmozdították, amely több problémát is felvet. A részletekről Kronászt Margittal beszélgettünk. Elmozdították a Szitányi kripta tetejét, és ezt rakják vissza a Borostyán Tóth Kft.-nek a dolgozói, ami azért is fontos, mert hát ugye egy temetkezési hely, tehát nem tud, körülbelül egy 50 éve lehetett a legkésőbbi temetés, ezt nem tudjuk pontosan, viszont a régi temetkezéseknél gyakori volt, hogy a fakoporsónak a használata, a különféle textíliák, amik meg is őrizhetik azokat a baktériumokat, vírusokat, amik az elhunytnak a halálát okozták. Itt nem tudjuk, hogy miben hunytak el az ide temetett emberek. A történész hozzátette, a kriptában található temetkezési tárgyak, eszközök és koporsók szempontjából rendkívül fontos, hogy újra zárt legyen a kegyhely fedele. Nem mindegy, hogy milyen a páratartalom, hogy egyáltalán milyen éghajlaton vagyunk. Igazából a természeti tényezők azok, amik nagyban befolyásolják ezt, mert nem mindegy, hogy mekkora páratartalom, nedvesség éri a lent levő tárgyakat. Itt most nem csak a koporsókra gondolok, hanem a mi különféle sírmellékletekre is esetleg, vagy koszorukra, keresztekre, amiket levittek. Nem mindegy az, hogy a levegő az teljesen elzáródik a területtől, vagy pedig van egy félefajta átjárás. Kronászt Margit elmondta, a kistemetőben bár hosszú évek óta nem voltak szertartások, sokak számára fontosak az itt található kegyhelyek. Nem tudjuk, hogy hány koporsó lehet lent. Az a biztos, hogy a kápolnát 1867-ben Szitányi Ulman Vilmos megbízásából építették meg. Ő akkor az akkori Pentelének az egyik legnagyobb birtokosa volt, és az ő saját családja számára készítette el ezt a kriptát. A kistemetőben már az 1800-as évek eleje óta temetkeznek, tehát akár az is előfordulhat, hogy itt a környéken korábbi temetések is vannak, amiknek már ugye a nyomait nem látjuk. A területet érintő munkálatok még nem értek véget. A visszajelzések alapján továbbra is rendkívül sok gondot jelentenek a szemetelők és a rongálók. Fordulatos mérkőzésen aratott 32-29-es sikert a Szombathely ellen, így bejutott a Magyar Kupa negyedik fordulójába a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia csapata. Együttesünk két győztes bajnokival a háta mögött, a továbbjutás reményében vágott neki az összecsapásnak. 32-29-es sikert aratott a DKK a felnőtt együttese a Szombathely ellen, így bejutott a Magyar Kupa negyedik fordulójába. Vágó Attila együttese lendületes, gyors játékkal igyekezte meglepni ellenfelét, de a kezdeti 6-2-es előny a félidő végére elfogyott, együttesünk 15-18-as eredménnyel várhatta a második játékrészt. A fordulás után újra az első félidő elején mutatott játékkal rukkoltak elő kézilabdázóink, így végül nem pusztán a hátrányukat dolgozták le, hanem a mérkőzést is behúzták 32-29-re. A párharcot követően a csapatok képviselői értékelték a pályán látottakat. Az egész mérkőzésen én is úgy gondolom, hogy mindkét csapat nagyon jól küzdött. Hál' Istennek a fél időben megbeszélteket, hogy a sebességből ne vegyünk vissza, viszont
a technikai hibákat próbáljuk meg az eladott labdákat minimalizálni, azt hál' Istennek a második fél időben sikerült, és ott a fél idő közepe táján már megfordítottuk, és talán már 3-4 gólos előnye mentünk bele ott az utolsó 10 percbe. Örülök neki, hogy tovább jutottunk. Matuca Gabriella rendkívül büszke volt a DKK a játékára. Tudnélik, hogy most egy nagyon komoly menetben vagyunk benne, ugye meccs hátán, de ugye mindenhol a 100%-ot akarjuk nyújtani. Az első fél időben ugye meglátszott a technikai hibák, de a tempónk az ugyanúgy ment, és a második fél időben ezeket ki tudtuk küszöbölni, és így tudtuk ezt a 3 gólos előnyt megszerezni a végére. Én úgy gondolom, hogy ez a második fél idő ez mindent megmagyaráz, és megyünk tovább. Marosán György, a Szombathely trénere úgy fogalmazott, az eredmény tükrözte a pályán lévő néhány játékos mostani formáját is, ezen kell a jövőben javítaniuk. Tudtam, valószínűsítettem, hogy a második fél időben lesznek problémáink, azért jó néhány játékos formán kívül van, ennek ez egy edzésemeti törvényszerűség, tehát ebben nincsenek csodák. Ezt próbálom most helyrehozni vasárnapig, ezért mondtam, hogy a jövő hét vasárnap, vagy e hét vasárnap van fókuszba. Nem lennék igazságos, hogyha most bántanám a csapatot, hiszen az én kísérletezésemnek is volt köszönhető az, hogy a másik fél időben a mérkőzés az megdönt, illetve ez, hogy ahogy azokat az embereket szeretném visszahozni a formába, ha ültetem a padon, akkor nem fogom tudni visszahozni, akik hibáztak is ezen a mérkőzésen is. Virág Noémi, a vendégek játékosa, a magabiztosság hiányát nevezte meg a vereség egyik fő okának. Először is szeretnék gratulálni a Dunai Városnak a továbbjutáshoz. Úgy gondolom, hogy az első fél időben lendületesek voltunk, pontosak volt a védekezésünk, a támadás befejezéseink, viszont a második fél időben sem elő, sem hátunk, nem voltunk elég magabiztosak. Nekünk a bajnokság van ezen a héten fókuszban, nagyon fontos mérkőzésünk van, úgyhogy ott szeretnénk vasárnap nyerni. Kézilabdázóink a kupameccset követően november 13-án folytatták a bajnoki küzdelmeket, ahol az Alba FKC elleni megyei rangadón értek el 28-26-os sikert. A mérkőzések sorozata azonban hamarosan folytatódik, a DKK játékosai november 17-én a DVSC ellen lépnek majd pályára idegenben. Két találkozót rendeztek volna a Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság Campus 2 osztályában november 12-én, ám a 10 próbások és a varázskép összecsapására utóbbiak nem tudtak kiállni, így a meccs 3 pontját a 10 próbások gárdája kapta meg 5-0-es gólkülönbséggel. A nap egyetlen összecsapásán a Multisteel Ese és az Irapuato csapatai mérték össze egymással erejüket, és a két gárda a 2-1-re végződő első félidei párharcot követően végül 6-6-os állással zárta a mérkőzést. A forduló összefoglalóját a Dunaújváros online-on olvashatják el az érdeklődők. Munkatársai nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, amennyiben tehetik, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!